reggelt mindenkinek, sziasztok, én Bartos Dávid vagyok, az ELTE bölcsészettudományi karának a dékánja, és itt vagyunk Budapesten, a 8. kerületben, a Trefort kertben, ami az ELTE BTK kampusza. És rengeteg ember látszik itt körülöttem, remélhetőleg minden irányban, ugyanis az ELTE Festen vagyunk, ami egy olyan rendezvény, aminek az a célja, hogy megmutassuk a leendő egyetemistáknak, gimnazistáknak, érdeklődőknek, hogy milyen is az ELTE, és mire is lehet számítani, ha valaki nálunk szeretne tovább tanulni. Kicsit sétáljunk körbe is, nézzük meg, hogy milyen is a hangulat itt az ELTE Festen, és mit is lehet itt látni, mivel lehet találkozni, és főképpen az, hogy a bölcsészkar mivel is képviselteti itt magát. Pont a régészek sátrához érkeztünk. Én egyébként régész vagyok, amikor nem dékánkodom. Nézzük meg őket! Távol-keleti szakjaink azok nagyon-nagyon népszerűek. A japán, kínai, koreai szakra több száz hallgatót veszünk fel minden évben. Itt ez a remek Volkswagen Bogár, eredeti rajta minden, még a gumik is. Germanisztikai Intézet hozta ide, most kipróbáljuk. Ha még nem jártok az ELTE-re, de szeretnétek többet megtudni rólunk, akkor van egy vadonatúj közösségi platformunk, az ELTE Next, ami egy óriási hallgatói közösséget remélhetőleg, ezt most indítottuk el, ahol nagyon sok új információt lehet megtudni az egyetemről, különböző exkluzív rendezvényeken lehet részt venni, sztároktatóktól lehet előadásokat hallgatni, hogy mindenki keresse az ELTE Next közösségi hálózatot és csatlakozzatok. Van egy csomó közösségi média felületünk, Facebook, Instagram, vannak honlapjaink, de mindenki kövessen minket, és ott egy csomó plusz információt meg lehet még tudni a képzéseinkről, a karról, a BTK-ról, az egész egyetemről, az egyetemi életről. Az egyetemi élet az nem csak a tanulásról és nem csak a kutatásról szól. A hallgatói önkormányzat épülete mögött van egy olyan tér, egy olyan közösségi tér, szabadtéri közösségi tér, amit könyvtár klubnak vagy Trefortnak nevezünk különböző néven. Kiváló oktatóink, kiváló hallgatóink vannak, nagyon sok nemzetközi együttműködés, nagyon sokan el tudnak menni tőlünk külföldre, ösztöndíjjal tanulni. Ez egy nagyon-nagyon jó közösség, nagyon összetartó, nagyon sokszínű, nagyon befogadó, és úgy gondolom, hogy itt mindenki jól érzi magát, és mindenki megtalálja a számításait. Akit érdekel az ELTE bölcsészkarának rendkívül széles képzési palettája, és nálunk szeretne tanulni, ezt várjuk szeretettel, jövőre szeptemberben itt a kampuszon, mint a karunk új hallgatója. Aki szeretné még többet megtudni rólunk, november 24-én jöjjön el az ELTE BTK nyílt napjára, ugyanide, a Trefort kertbe, ahol még több tájékoztatást fogunk adni az összes szakunkról. Várok mindenkit, találkozunk jövőre itt szeptemberben a Trefort kertben az ELTE BTK-n. Thank you.